kampóba szokták beakasztani, az ilyen egyenes állású kengyelt pedig egy a fölhírcre szerelt másik kengyelhez egy karika közbeiktatásával csatolják. Készítéséhez egy viszonylag vékony lapos vasat választunk, 4-5, maximum 6 mm-es és körülbelül 40 mm széles lapos vas elegendő hozzá. A két végét lenyújtva alakítjuk ki a leendő kengyelnek a szárait, a táskarészt azt elszélesítjük, az egészet összehajlítjuk, és a lenyújtott szárak végét összehajlítva tűzihegesztéssel összehegesztjük.